Ez a világ egyik legfurcsább vidámparkja. Az itt található összes látványosság mögött a sváb kultúra és történelem egy darabja áll. A sváb elnevezést a dél-németországi régióra és az ott élőkre is használják. Itt található a Triebsdrill szabadidőpark. Számos előítélet létezik velük kapcsolatban. Fukarnak és nyáspolgárnak, de közben szorgalmasnak és innovatívnak is tartják őket. Szükség van valakire, aki elkalauzol ebben a kis sváb országban. Birger Meyer Johann kívülbelül ismeri Németország legrégebbi vidámparkját, Stuttgart közelében. Parkunk a 19. századi sváb történeteken alapul. A régióból származó legendákra és mesékre építünk. Nem csak a 100 látnivaló, majd mindegyike sváb hátterű, de a vidámpark falusi utcájának építészete is. A fa szerkezetű Fachwerkhausok jellegzetesek a régióra. Az első megállónk ez a hullámvasút. Miféle járgány ez, Birger? Ennek az a neve, hogy teli gőz. A téma a sváb gőzmozdony, amelyet egy 19. századi népdal is megénekelt, és még állatokat is szállított. Nem a svábok találták fel a gőzmozdonyt, de sok más dolgot igen. Mielőtt ebbe belemennénk, előbb Birgerrel van egy kihívásunk. Ki tudja olyan ügyesen mozgatni a szárnyait, hogy minél többször át tudjon fordulni. Háromszor sikerült. Háromszor? Igen, és ez egyáltalán nem rossz. Nekem csak egyszer sikerült. Emögött is valamilyen sváb hagyomány van? A történet sváb. Egy igaz történet az Ulmi Szabóról. Ő találta fel a repülő szerkezetet 1811-ben. Sikeres volt? Részben. Az első kísérletét nagyban beharangozta, de a repülő szerkezettel egyszerűen nem volt szerencséje. Erős szél volt, beleesett a Dunába. Úgy kellett kimenteni, de túlélte. A szerencsétlen balesete ellenére a svábokat a feltalálók népének tartják. Ők találták fel például a gyufa elődjét, az egyik első, ha nem az első Teddy Mackót, sőt Hollywoodot is. A sváb Karl Lemle 1912-ben Los Angelesben megvette csirkefarmot, és a helyén építette meg a Universal Studios-t, az álomgyár magját. Triebsdrillben minden sarkon belefuthatsz vicces, egyúttal különleges érdekességekbe. Mint például ez a beszélő szemetes. Ezt úgy hívják, hogy Fenstern, az udvarlás történelmi formája, még sváb földön is. A férfi titokban éjjel tiszteletét tette a szeretett hölgynél, úgy, hogy felmászott a létrán az ablakához. Szíve hölgye helyett néha azonban a szülei voltak azok, akikkel akaratlanul is találkozott. És ezzel vége is a napnak. Triebsdrillt érdemes kipróbálni.